Sziasztok, unikornisok! Egy újabb nap, egy újabb videó. Folytassuk ott, ahol abbahagytuk, a Karib-tenger kalózaival. Na, azért elnézést szeretnék kérni a tegnapi fegyelmezetlenségemért, ami olyan műveletlenül viselkedtem, nyilvánultam meg videón belül. Fáradt voltam, meg hát neked balfasz vagyok, úgyhogy nem szeretném ezt tovább ragozni. Bocsánat. Most ebben a videóban megpróbálok sokkal jobban professional lenni, úgyhogy jobban próbálom majd közvetíteni ebben a végjátszásban történteket. És nagy eséllyel az a cél, majd az a cél, nagy eséllyel, hogy ebben a végjátszásban egy ilyen másfél-két óra alatt befejezzük az első filmnek a történését, mert csak három pálya van, ki kell játszanunk. Ahogy én úgy vettem észre, fél óra alatt megvan egy pálya, úgyhogy másfél óra alatt pikpak meg leszünk. Ha nem pazarolnám el a videónak az idejét azzal, hogy az ilyeneket újra nézzük. Ja, hogy skippelni lehet. Pazd meg! Látjátok, ezért is nézzetek el nekem sok dolgot, balfasz vagyok, mint látjátok. Kontrollált töltöttségi szintje alacsony, ez szomorú. Load game, remélhetőleg nem kapcsol ki játék közben, és nem kell mutatnom nektek beüzéltem, hogy milyen jó vagyok elem cserélésben. Viszont itt vagyunk slot 1-nél, tegnap játszottunk utoljára, hajnali 4-kor. Geci, olyan későig játszottunk. Na mindegy. 3,8%-nál tartunk, és most betöltünk, és belemegyünk a közepébe az akciónak. Itt is volnánk, ezt is tovább tudjuk nyomni? Hát persze, hogy tovább tudjuk, baszki, csak én vagyok olyan hülye, és azt hiszem, hogy végig kell várni. Na, itt vagyunk a portban, ami mi magyarul kikötő, kikötő, itt vagyunk a kikötőben, és a kikötőből kössünk kifele szépen, és éljük meg a harmadik fejezetet, amikor megtalál minket a fekete gyöngy. Nice. Lássuk, mi vár ránk. A nonsense hülyeséget megpróbálom minimalizálni amúgy, tegnapihoz képest, úgyhogy letársadni nem fogtuk annyi, hogy károsodást szenvedni, mint tegnap. De vissza az akcióhoz, ne térjünk el nagyon messze. Megtaláltuk a fekete gyöngyöt, és végig is kúrtunk rajta mindenkit. Már Mary Jane-nel is menekültünk. Semmi akció, semmi játékidő, konkrétan megint csak egy ilyen jelenetet láthattunk. Max az egyetlen egy problémám ezzel a játékkal, hogy nagyon sok jelenet, amit végig lehetne játszani ketten. Mármint a második játékosom, ez két játékosos. Sajnálatos módon azt csak így megtekinthetjük, vagy szerintem tök izgalmas lenne. És akkor Barbaros az most kémkedik, utánunk rájön, hogy Barbaros, hogy a utolsó pénzérmének a tulajdona az William Turner. Ennek tudtában most már őt fogja elkapni, nem Mary Jane-t. És eközben Jack Sparrow pedig a hajón van, fogságban. Megint csak ki szeretném emelni, hogy spoiler alert, gyerekek. Spoiler alert. Na hát, nekiessünk annak, hogy megpróbáljuk lehagyni a fekete gyöngyöt, ami a leggyorsabb a tengeren, ugyebár ez a hír járja a Karib-tengert. Viszont ennek ellenére mi mindent kidobunk, minden holtsúlyt. Most pedig egy hirtelen fordulattal ájukat kikészítve tüzelünk rájuk, és háborúba megyünk vele. Kurva jó kommentátor vagyok, ugye? Szerintem is. Na, de várjatok, várjatok. Várjatok, mert tegnapi videóban problémáztam azzal, hogy nagyon könnyű volt a játék. Ja, és a zene az legyen off. Azért, mivel, hogy
mivel hogy YouTube bácsi az figyelmeztetett, hogy copyright. Úgyhogy inkább nem akarok vele problémázni, némítsuk le a zenét. Újságet hallottuk, aki meg nem, az nézze meg a filmeket újból, vagy esetleg elsőnek, ki tudja. Viszont én gyorsan utána nézek, hogy lehet esetleg a difficulty szintet átállítani, mert én ezt túl könnyűnek érzem, és azt hiszem, hogy easy szinten van, szóval könnyű, nehézségi szinten. Na, most nézem. Aha, elméletileg a főmenüben tudnánk ezt átállítani. Hát abban most nem akarok kimenni, mert megint egy fél órát végig kéne néznünk a Hocus Pocus-t, úgyhogy inkább akkor játszunk. Most ilyen pillanatban harcolni fogunk, hogy nehogy elkapjanak minket. Azt hiszem, vagy pont az a cél, hogy el kell, hogy kapjanak minket? Nem tudom. Gyorsan átváltunk Martinra. Martini, gyere gyorsan, te feladatod lesz, hogy szétrobbantsuk ezt a ládát. Jó, elfelejtem, hogy nincsen autóim. Szóval külön rá kell célozni erősen. De attól, hogy még játszunk, ne felejtsük el, hogy pénzt az gyűjteni kell. Mert ugye a előző videónkat úgy fejeztük be, hogy csak 25%-ot szereztünk össze, ami az elég kevés, egy 3-as maximum magyar magyar jogszabály szerint, magyar oktatási jogszabály szerint. Na de csináljuk meg azt, amit tudunk. Például ott azt az égő ágyút. Itt van Gibbs kapitány. Ő meg tudja kalapácsolni szépen. És akkor szerezzünk tüzet, és gyújtsuk be az ágyukat. Ó, és célozni is lehet, Jézusom! Akkor lőjünk oda arra a két úriemberre. Vagy inkább arra kéne oda lőni. Igen, azt kéne ott lőni, mint ahogy látom. Ja igen, mert ezzel szorítjuk ki majd a izét. Ezzel szabadítjuk ki a Jack Sparrow kapitányt. A másikban van benne, úgyhogy mi azt szét fogjuk lőni. Pillanat. Pillanat akkor. Bemutatom, hogy mennyire képes vagyok erre, mennyire megcsinálom. Bontsuk ki elsősorban is a hátulját a Xbox kontrollernek, vegyük ki az elemeket. Jegyezzük meg, hogy hogy vettük ki őket, milyen sorrendben, merre voltak fordítva, nehogy elbasszuk visszatevéskor. Ez egy Xbox kontroller tutoriál jelen pillanatban, és szerencsére van itt még 4 darab vadi új Onon áramforrásunk. Úgyhogy ennek köszönhetően őket bedugjuk. És akkor remélhetőleg ők feltöltöttek, és nem csak ide csaliként ki vannak rakva. Na. Úgy tűnik, ezek feltöltött vadi új elemek voltak. Gyerekek, Easy Rider. Na de azért ne felejtsük, azért nem vagyunk ennyire parasztok, hogy csak így kint hagyjuk, mint Juliska picsáját a hidegben. Úgyhogy visszapattintjuk. Nem így. Szóval most csak demonstrálni akarom, hogy nem így kell. Szóval először nem ezt kell bedugni itt. Először itt ezt a részét kell. De úgy, hogy közben ez így hozzácsatlakozzon az alsó részhez, és így rá csúszhatjuk. Na, ezek után most, hogy ez megvan, rezum, és akkor lőjük ki a további cellákat, hogy ki tudjuk szabadítani Jack Sparrow kapitányt. Így, bazd meg, ne. Elfejtettem, hogy nem R2-vel lövünk itt az ágyúval, hanem az X betű használatával. Ki tudunk lőni pár ilyen faszkalapotot fenn a hajón? Nézzétek ezt a nagymestert, hogy lövészetben mindjárt átlövök ott. Látjátok?
meg lesz, meg lesz. Nem tudom, mennyit bír a feje, de kész, káos, nokos. Menjünk tovább a többi ágyúhoz, vagy nem. Először kinyílik az alsó terület, de ezelőtt még gyorsan egy felvételt kell indítanunk. Amúgy ezzel kapcsolatban, a felvétellel kapcsolatban azért egy probléma összevágni, amikor össze kellett vágnom a felvételeket, az az volt, hogy meg kellett találnom hangban, hogy mi hogy van, mert ha nem figyeltem volna erre, akkor az előző videó nagyon el lett volna csúszva hangban. Ami egy kicsit probléma. Nem baj. Legyünk hálásak azért, amink van, mert például a régi laptoppal ez most meg se tudna valósulni, hogy felvegyünk ennyi órányi anyagot. Na de, le kell mennünk szerintem, van egy olyan érzésem. Mivel hogy fenn nem tudunk beízíteni több ágyút. Ja, és ők a csapattársaink, már majdnem megvertem volna őket. Itt van közben Mary Jane is. Itt lehet mászni. Ó, és lehet mászni pénzért, úgyhogy menjünk. Ó, meg fogantyúért is lehet mászni. Amúgy... itt szóba hozva, miközben itt csak így feladatot csinálunk, majd lesz egy ilyen értékelő videó az új laptoppal kapcsolatban, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai. Azt hiszem, ezt már megígértem nektek, de elfelejtkeztem róla, úgyhogy ezt majd bepótoljuk még itt hónap végére, csak kéne valaki, aki okosan áll egy laptophoz, hogy elmagyarázza, hogy mi a haszna, mi a nem haszna ennek a laptopnak. Na, ki is lőttük már a ötödiket, és ezt követően most ezt fel kell vinnünk, vagy nem, be kell raknunk ebbe a szép kis ágyikóba, és fel kell húzattatnunk, hogy felvigyük a földszintre. De ahhoz előbb meg kell találnunk valamit, ami ezt szerintem rombolnunk, hogy megtaláljuk. Amúgy annyira realisztikus, hogy fellott ugráltak át hozzánk az ellenségek, és ide meg nem követnek le minket. Tök udvariassak. Na de, szerintem ezt oda kéne vinnünk. Szóval súlyokat kéne ráhelyeznünk. Én ezt feltételezem. Aha, rosszul feltételeztem. Ja, hogy ezt kell nyomni, de hülye vagyok. Várjatok. De ezt kell lökni. De valami nem megy teljesen végig. Jó, erre mindjárt rájunk teljesen, de... Ha az NPC-m kezdi el csinálni ezt a mozdulatsort, akkor én sose jövök rá, hogy kell felvinni ezt a szart. Na, várjatok, kell nekem tűz. De előtte még gyorsan másszuk meg ezt, mert itt is van valami fent, egy fogantyú, feltételezem. Úgy bizony, most itt építeni fogunk valamit, mint egy 5 éves kisgyerek. Lássuk, mi ez. Feltételezem, oda kell? Igen, ide kell. Milyen okos vagyok. Ja, hogy igen, a padlót kell rendesen megcsinálni, tudjuk tolni. Jó, akkor ebből még találnunk kell még egyet. Tippelem. Itt lesz, amit előbb rántottunk, és igen. Ehhez még szerintem szét kell törni ezt a kis kupacot, hogy meglegyen minden darabja, amit keresünk. Meg is lett. Közben itt van egy üveg, amit nem tudok széttörni, úgyhogy az majd szerintem egy karakter kell, egy ismeretlen karakter, aki még nincs kinyitva például. De nem baj, majd még visszajövünk, szóval végigjátszás. Majd eldől, hogy csak a sztorit játsszuk végig, vagy teljesen 100%-ig kijátsszuk, ezt majd ti szavazzátok meg ott a közösségnél. Na de meg is volt, felvittük az ágyút, ezzel mindjárt foglalkozunk, ezt, hogy gyorsan fejezzük be az itteni álmok futásunkat, azzal, hogy megragadjuk ezt itt, és beízítjük ezt az ágyút, ilyen pillanatban. Esetleg ki tudjuk szabadítani a Jack Sparrow-t, nem, elugrott, mert felül ott mutatja, hogy melyik cellában van ilyen pillanatban. Viszont, ti mit tudtok itt?
Nem tudom. Ne pazaruljuk rá az időnket, hogy kiderítsük. Nem tűnik olyan fontosnak. De ettől még azért pénzszerzésre pazarolni fogjuk az időnket, mert pénz az fontos. Ezt minden racionális ember tudja. Na, rohanjunk fel, Mr. Gipszel. Azért azt nem hagyjuk ott, az 1000 pénzért, mert szóval értitek. Várjátok, ezt is azért szedjük szét itt szépen. Úgy bizony. Lássunk rá a kinti kilátásra. Na, hogy hol tudunk felmenni? Bajban vagyok, srácok. Szerintem nem találom a felutat. Esetleg használjuk ezt az ágyút még egyszer. Lehet, hogy kihagytunk valamit. Aha, kiadtuk ezt itt. És akkor most kell az utolsót használni. És most nyílik ki a létra felfelé. Úgyhogy induljunk el. De nem erre fel a falra. De milyen tök faszán sétál a gipsz kezével együtt. Oké, nem ide kell. Elsétáltunk a létre mellett. Ciki. Nem sétáltunk el a létre mellett. Vagy de? Nem sétáltunk el a létre mellett. Itt van a létre. Csak körbe akartam még egyszer futni, hogy minden megvan-e. Na, ott van az utolsó ágyúnak a hiányzó darabja. És akkor azzal ki fogjuk szabadítani Jackit. Gyorsan dobjuk fel. Gyorsan szerezünk egy kis tüzet, menjünk a busz magájába és kérjünk egy várakozó úriembertől. És akkor itt a vége, fuss el véle. Ha eltalálnám, akkor lássuk, mi történik itt. Lesz esélyünk játszani még egy kicsit, mielőtt még vége van a pályának. Ki tudja. Az a baj, hogy a karakterek kalózaitól már bármit ki lehet nézni, azok után, hogy konkrétan 70%-ban csak cutscene-ekből van összerakva a játék. Ami megint csak nem bántás, csak nem ezt szoktam meg. Szóval egy Lego Marvel-ben, vagy egy Lego Jurassic Park-ban nem ezt szoktam meg. Ott konkrétan 90%-ban játszom, és 10%-ban vannak azok a jelenetek, amik elmagyarázzák, hogy mi a jó lett van. De szerencsére újra játékban vagyunk, nem ért véget a küldetés, aminek azért örülök. És úgy tűnt megint, hogy földet kell csinálnunk ahhoz, hogy tudjunk tologatni valamit. De először még a pénzt összedjük, mert tologatunk bármit is itt. Ugyebár a pénz az nagyon fontos. Ezek a oldók megint itt vannak, csak azt tudom, hogy mire lehet őket használni, szóval... Az előző küldetésekben, előző videóban értettem, mert ott voltak, szóval obvious volt, de itt most konkrétan vagy nagyon jól el van rejtve, vagy nincs értelme. Na de haladjunk tovább. Most nem mehetnénk itt, viszont én azért még kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez a tologatós történet. Ó, és le tudtuk itt tolni simán, nem kellett hozzá semmi. Így, és le is tudtunk vele esni. Na de, haladjunk tovább. Mintha mi sem történt volna. Közben beázunk. Úgy tűnik, hogy valaki túlhúzta a WC-t. Nem baj az. És mi mindig képesek vagyunk használni az ágyút. Úgyhogy mindjárt meg fogunk megint egy kis tüzet. De előtte a legfontosabb az, hogy meglegyen. És True Pirate meg is van, bazd meg. 100%. Látjátok, ott van a pénzecske, ott izél. Vibrál. Úgy, mint egyéb dolgok. Na de itt toljuk végezt itt szépen. Lássuk meg, mit tud. Hoppá. Lehet, hogy ez több ember kell, de várjatok. Tudunk úszni is, de az most engem nem érdekel. Tudjuk össze a dolgokat. Aztán váltsunk egy másik emberre. Vagy mégsem. Szedjük először ezeket akkor szét, hát ha rejtnek valamit a pénzen kívül. Hoppá, lehet, hogy amúgy ezek a világító dolgokban van valami elrejtve, ami kellene nekünk. Ki tudja? Terítsük.
Hoppá, hoppá, erre nem gondolnék. Erre nem gondolnék. Megint csak én nem gondoltam volna. És akkor itt kell majd. Á, értem. Közben megint megállt a felvétel. Újraindítottam. Csodálatos. Nem, nem. Bazd meg, ne, hülye vagyok. Faszom. Jó, akkor esőnek jönnek újra. Rossz gombbal próbáltam karaktert váltani. Itt szépen végigmegyünk. Ídni. De nem, nem. Akkor várjátok, hát ezt így kell. Akkor először kell ezt így végtolni. Utána az beakad abba. És most tudok karaktert váltani. Oké. Okay. Nem mondtam azt, hogy beszorultunk, de szerencsére kinyílt az ajtó, úgyhogy be tudtunk érte jutni. És meg is van. Az érme. Kismajom meg is szerezte. Már csak Will Turnert kell maguk mellé állítaniuk. Aki sajnos lent ragadt. Szó szerint mellett beragadtam vele. De most le kell győznünk a majmot. Úgyhogy gyorsan rohanjunk át. Intézzük el. Csúnya embereket intézzük el úgy szintén. Nem kellenek ide ők. Kedves Magnum kapitány, húzza a picsába. És akkor keresjük ezt a majmot, ezt a rakoncátlan kis köcsögöt. Azért, mert elvette tőlünk a pénzt. Meg a... szó szerint a pénzt, igen. A pénzt elvette. Na de, mielőtt még bármit is csinálnánk, megint látok ott ilyen égő dolgokat, amiket összekalapálunk. Hát, ha hasznos lesz számunkra. Feltételem feleslegesen nem lehet összekalapálni őket. Szegény kotont is bántják. Az én kotomat ne bántsa senki. Úgyhogy mondván megmentettem ezáltal. Szabaduljunk meg minden egyes gonosztevőtől, aztán foglalkozunk a majommal. Anna Mariát is mentsük meg, és Dick. Ott van fent Barbarossa. Gyere ki a húra, hogyha nagy menő vagy. Na, a majmodat kergessük. Perverz állat. Na, vágjuk el. Hoppá. Izgalmas dolgok vannak itt, gyerekek, elsősorban is. Elsősorban is majdnem kurvára leestem. Akkor óvatosabban, elsősorban is pénz, ami a legfontosabb. Azért vannak itt... azért sorrendek, hogy mi a fontos. A köcsög anyádat. Na, meg is vagyunk. Tovább kell mindjárt üldöznünk, de először ezt kiderítjük, hogy ez mit tud itt. Valamit csak tud, azért mutatja egy tiszta jelet. Ja, hogy hosszan kell tartva nyomni, jó, értem. Egy minikitet lehet valahol találni, úgyhogy... úgyhogy gyorsan menjünk vissza fel. Mert leestünk. Na, várja. Ott van egy minikit alattunk. Szemfüles vagyok és észrevettem. Nem ide akarok feljutni. Azt most megszerezzük ebben a videóban, gyerekek. Az a miénk lesz, az a minikit. Nem tudom, hogy hogyan, de valahogyan miénk lesz. Aha, szerintem rájöttem, hogy hogyan. Anna Maria ugye nő. Nő. És az előző videóban megtudtuk, hogy a nők azok duplán is tudnak ugrani, úgyhogy felugunk erre. Aztán mondanám, hogy ugorjunk kettőt, de ez nem sikerült, úgyhogy... úgyhogy valamint máshonnan kéne megközelíteni. Játsszuk ki a játékot. Aj. Akkor próbáljuk meg megint fentről, hát ha talán rá tudunk esni olyan precízen, mert nekem kell az a minikit. Vagy inkább lehet, hogy kövessük ezt a kis
fuvallatot, mert hát ha ő el tud minket küldeni érte. Hoppá. Egy minikit meg is van. Esetleg... Hát de nem így, nem így, nem így. Haladjunk tovább akkor. Nem is így. Szomorú. Szomorú, már nem lesz enyém az a minikit. Nem baj, majd rájövünk, hogy hogy kell ezt csinálni. Na hát akkor a majmot azt üldözzük tovább. Ki dobál minket banánnal a köcsög. Hups. Vagy nem, mert leesünk, mert dagadtak vagyunk. Hoppá, őt ki kell lőnünk fegyverrel, mivel hogy ez ilyen aranyos cucc vagy mi. Ja nem, cipelni kell, jó. Cipelni kell, úgyhogy erre a feladatra lehetőlegesen a legerősebb és legalacsonyabb embert választottam. Most ilyen kurva body shamingek lesznek ebben a végigjátszásban, úgyhogy elnézést. Spoiler alert, body shaming. Meg minden, amit el tudok képzelni. Ebből kéne még egy ilyen csodálatos kreálmány, úgyhogy menjünk vissza Jack Sparrow-val, hátra van odafent még valamit, le tudunk rántni magunkra ügyesen. Aha, nem. Nincs oda nincs semmi érdekes. Váltsunk át Gipsre, hát találunk ide lent valamit. Például esetlegesen ezt a hordót nem véletlenül van itt, feltételezem. De nem ma fogjuk megtudni, mit tud. Úgyhogy... aha, nővel kell feljutnunk szerintem. Dupla ugrás. Talán, mert látjuk, ott van egy ilyen zöld búzna. Aha, szóval nem mindegy, hogy felfelé áll a hordó, vagy oldalra van fektetve. Mert az, ami felfelé van állítva, az abba be tudunk mászni, ami oldalra van, az fel tudjuk húzni. Mármint rá tudunk állni, elnézést húzni, mást húzunk fel. Ugye, Mr. Cotton, ezt amúgy el tudnám magyarázni bővebben. Na, őt is akkor emeljük meg, vigyük oda, és akkor rakjuk össze, amit kell. Össze is raktunk egy szép kart, amit elforgatva utat adunk Jack Sparrow-nak, hogy vágja le ezt a majmot. Állatbántalmazás technikailag. Vagy Anna Maria fogja ezt a feladatot a nyakába venni, nem Jackie. Dick. Ebbe én magam belezavarodtam, amiket itt láttam. Na, meg is vagyunk. Itt a majom. Jó, nem az én dolgom, szóval én nem vagyok szertornász, ez nem az én professionalitásom, hogy ilyen keskeny rudakon mozogjak. Na de a majom lent van, váltsunk egy Jack Sparrow-nak, adjuk meg neki a lehetőséget, hogy levágjuk ezt a gazfickót. És kész is, minden így HP le van győzve. Jack oda is ment Barbarossával sírva, hogy eldáldázták, és ennek következtében Barbarossa elkapat minket. És tönkreteszi az így is romokban heverő hajónkat. És most Barbarossa amúgy eszébe jut, hogy ott ragadt Will Turner, és meg is hal szegény. Vagy nem. Már túl lehetett. Hány perc van, hogy ez gyerekek? Jó, még csak 28. Na, és ki is mentették, de rögtön leütötték. Jack Sparrow-t és Isabelle-t pedig száműzik arra a szigetre, ahol régen Jack Sparrow-t tették ki. Kész is, fél óra alatt, level complete. Gyorsan megállítottam a klippet és elindítottam most egy újat. Ezáltal legalább nem kezdve baszkodnom, hogy megáll elindul. És kiítottuk Jack Sparrow-t félmesszelnül, plusz Isabellát is kiítottuk. És ezáltal 100%-ra teljesítettünk, gyerekek.
maximum a money, és a milliók másod gyűlnek itt a bankszámlánkon a küldetések után. Úgyni. Sajnálatos módon olyan sok mindent nem találtunk, szóval egy mini kitet szedtünk össze, a másikat az már múlté. És emellett megint csak egy arany kockával gazdagultunk a 85-ből, szóval vagy nem, kettővel gazdagodtunk. Continue story, lássuk, mit tartogat számunkra ez a csodálatos játék. Tovább nyújjunk itt ezt a várakozó időt, ne pazaroljunk semmit sem, térjünk rá a lényegre, speedrunoljuk szépen végig. Úgy tűnik, most a szigettel fogjuk folytatni a játékot, hogy a szigeten el ott ragadtunk. Jön is a technis, hogy kimentsen minket. De ez nem fog megtörténni, mint tűnik. Úgyhogy ennek tudatában Isabel elmegy és dühöng, és meglát egy Port Royale hajót. Elnézést. Nem Covid, azért nem meneküljetek innen a videóról, nem kell elkattintani, nem kapjátok el videón keresztül. Viszont amíg Jack aludt, addig elment a hajó. Ezáltal most az a feladat, hogy visszacsaljuk a Port Royale haderőket magunkhoz. Akik aztán megmentik Isabelt, és letartóztatják szegény Jacket. Na de, rakjuk össze a homokvárakat. Jól tudunk homokozni, haha. És ezáltal majd kapni fogunk jó dolgokat, hogyha összerakunk azt hiszem 3-at vagy 5-öt. Ott vannak cápák, úgyhogy a vízbe nem érdemes menni. Hoppá, szét lehet szedni a homokvárat. De mi összerakjuk. Ha már hajunk nincs, akkor homokvárunk legyen. Na várjátok, most arra gondoltak, amire én. Ez egy ilyen végtelen pénzgenerátor? Jó, most már mert pénz sajnos, de másodjára adott, szóval megérte megpróbálni. Ez egy minikit. Ez csak egy ásó kell. Gyorsan. Van olyan opció, hogy ásó? Jézusom, mennyi opciónk van. Legyen a minikit elsősorban. Amit megkeresünk. Ez egy ásó kell, ami ott van a majomnál, úgyhogy verjük olyan azt a majmot. Úgy tűnik ebben a videóban nagyon nem leszünk barátságban a majmokkal. A csak ide te köcsög. Ne fussál, megverlek. Jézusom, mekkora ez a pálya is. Na mindegy. Hova tűnt a majom? Nem kap semmilyen banánt, a segébe fogom feldobni a banánt, hanem adod ide. Egyébként még türelmes vagyok. Faszommal játszál itt, te köcsög. Na. Úgy tűnik, nem fogunk minikitet kiásni, mert kell egy banán. Úgyhogy térjünk vissza a feladathoz. Lássuk még, miket lehet kiásni. Hoppá, ez eltűnt. Jó, ezt jegyezzük meg, hogy ilyen kereső cuccokból csak egyet tudunk megkeresni, amikor eltűnik a jel. Úgyhogy keressük meg ezt a koponyás cuccot. Hát esetleg azt tud segíteni. De előtte rakjuk össze a homokvárat. Vagy hajót. Épp hogy fekszik a homok. Na, most már megkereshetjük. Amúgy ott egy banánfa, szerintem van a tunk banánt szerezni. Meg is van. Mindjárt intézzük is, de először nekem kell ez a minikit. Próbáljunk minél többet haladni, hogy minél hamarabb ki tudjuk játszani a játékot. Megkapta a banánt, meg is kaptuk az ásót. Hoppá! Hoppá! Láttátok azt a tudást? Egy belenyelte. Szerintem az a majom az valamit tud. Szerintem gyerekek, Jackie múltkor, amikor ezen a szigeten volt büntiben, csinált valamit ezzel a majommal. Én ezt tippelném, ha engem kérdeztek. Na, rohanjunk tovább. Maradjunk gyerekbarátok, családbarátok. Ugyebár ez egy családbarát csatorna. Na de.
ezt nem tudjuk szétszedni, ahogy rájöttünk erre. Az a baj, hogy annyi mindent lehet felfedezni, és oké, hogy előttem van a megoldás, hogy mit tudnék csinálni ott az a cucca, ami ott van, de egyszerűen értitek, felfedezek, mert emberi tulajdonság, hogy kíváncsi vagyok. Ja, és ez is amúgy ásuk el, szóval így is úgy is adni kellett a makinak egy banánt. Na de, lemenjünk? Ezt szóval nézzünk körbe, amely itt vagyunk. Például, hogy mi a jó, büdös dolog ez itt. Kiítottuk egy achievementet, gyerekek, szóval megsúlom neked, csak az achievement miatt csináltam, nem azért, mert fingom se volt róla, hogy ez fog engem várni. Akkor inkább haladjunk a történettel, mert a játék csak ezt engedi. Lejöttünk ide ugyebár a rejtek helyére egy bandának, ahol rumot tartanak. Igen, még mindig spoiler ezek a filmből. És most itt az a lényeg, hogy szedjük össze az éghető dolgokat, amiket aztán majd fel tudunk égetni, hogy felhívjuk a figyelmét a Port Royale-i erőknek. Váltsunk át Mary Jane-re, ugyebár ő is nő, úgyhogy ő is duplán tud ugrani. Hoppá. Hoppá, hoppá. Hogy mozog az a híd? Milyen mozgássort reprezentál itt? Remélem, hogy itt az én csak cápák. Leúszni nem tudunk amúgy. Le tudunk úszni, gyerekek. Csak ugyebár ezt rövid ideig tudjuk csinálni, úgyhogy úszunk le szépen. Ott van egy minikit, de az el van zárva tőlünk, úgyhogy azzal nem tudunk mit kezdeni. Itt vannak ilyen feladatok, úgyhogy próbáljuk megcsinálni halál nélkül. Például el kell löknünk ezt a szart. Nagy levegő, és lökt, told. Vagy nem. Lök már, bazd meg. Jó, mindegy, haladjunk. Lehetséges, hogy nem így kell csinálni a feladatot. Lehetséges, hogy csak én értem rosszul. Vagy lehet, hogy nagyon is el kellene itt löknünk a dolgokat. Hoppá, az itt is van jó pár dolog, amit össze tudnánk szedni, csak nem tudom, mit tudnánk csinálni víz alatt, szóval lökni nem tudtuk a dolgokat, támadni nem tudunk a víz alatt. Lehet, hogy le kéne engedni a víz, mint egy kádban. Elég érdekes gondolatmenet. Aha, szóval, hogyha lejár a vízben töltött időnk az oxigén, akkor meghalunk. Ez tök barátságos gondolat. Viszont én nem tudom ott lent lökni azt a dolgot, úgyhogy nem erre kell mennünk biztosan. Ide kéne hoznunk egy hordót, ahogy látom. Úgyhogy keressünk egy hordót, gyerekek. De várjátok, mert még erre is lehet úszni. Beszarsz, annyi hely van itt most a víz alatt is, meg minden. Oké, kettőnél fel kell jönnünk, szóval. Ti nem látjátok, már eltakarom az arcommal, de kettőnél fel kell jönnünk a víz felszínére. És itt is van mindenféle érdekes dolog, de nem tudunk sok mindent csinálni a víz alatt, legalábbis Jack Sparrow-val nem. Úgyhogy nézzük még itt körbe, hát ha itt van valami. De nem, itt sincs semmi. Esetleg adni, amit szét tudjuk szedni? Nem. Szomorú. Ez esetben még arra van valami, ami ott fenn van a sarokban, pont kitakarom. És megállt erre a videó, de kurva jó. Akkor felvétel indítása. És akkor jöjjünk rá, hogy most mit tudunk csinálni, mit merre, hány méter.
Lehet, hogy le kéne ugrunk az Isabellel? Hogy hogy hívnak téged, baszki, már elfelejtem előtt teljesen. Elizabeth, bocsánat, Elizabeth. Isabella az a izébe van a... Mi a fosban? Halkonyatban. Elnézést, akkor nem Mary Jane? Nem is Isabel. Az meg Mary Jane, azt meg a pókemberből szedtem szerintem. Na, vele se tudunk sok mindenre menni, kedvesem. Esetleg te el tudod lökni ott a föld alatti tárgyakat? Derítsük ki, mert ez eddig nagyon-nagyon szar ez a itt töltött idő. Nem tudjuk, úgyhogy... azt kéne csinálni, hogy... Ezeket a fosztos köteleket fel kéne húzni. De hogyan tudjuk felhúzni, gyerekek? De erre elúszva nincsen semmi. Erre sincsen... Gyerekek, bazd meg! Mondjátok meg, hogy én vagyok színvak. De ez a kurva hordó, ez itt bujkált egész idő alatt. Hát bazd meg! És azt ezzel lehet felhúzni. Hát ne idegeljél már ki, gyerek! Egész idő alatt itt volt a kurva hordó. Az egyetlen egy sötét részén ennek a kibaszott bányának. A hashtag, amikor a megoldás mondta, az orde előtt van. És akkor most tudunk ide felugrani Elizabeth-tel. És tovább kell ugrani még egyet akribatikusan. És puff, meg is érkeztünk. Itt meg kell találnunk a fogantyút, amivel majd fel tudjuk húzni a híd másik felét. Fú, bazd meg is. És mennyi percbe telt, mire erre én rájöttem? 10. Borzalmas, gyerekek, borzalmas, hogy ilyen fogyatékos a tartalomgyártótok. Veszed le a kezed a piáról, az enyém? Ezek a csontvázok milyen otrombák, illedelmetlenek. Nem baj, ezért szedjük szét a házukat, otthonukat, büntetésből. Közben gazdagodjunk. És itt is ugrani lehet, vagy... Itt most mit kell csinálni? Jó, ígérem, most nem fogunk 10 percen keresztül keresgélni, mi a jó életet kell csinálni, mi a cifrafost. Nála van, nála van. Hagyj ide pajtás, mert megverlek. Na, oda is adta, látjátok? Woman power. És akkor húzzuk is szépen fel. Látjátok, az is ott így mozog. Itt is van Jack Sparrow. Akasszuk be a kardját oda, ahova kell. És issuk ki a fedelet, hogy aztán Elizabeth fel tudjon ugrani, és le tudja húzni a létrát. Szóval lássuk, mi van ott fenn a létra tetején. Jézusom! Egy ilyen GTA-s cutscene-be beestünk, ahol eltelik a nap, és reggel lesz. Achievement unlocked, the green flash, a zöld fény, a zöld fényvillanás. És ezzel átkerültünk a sziget másik felére, amit előbb nem tudtunk elérni, mivel Elizabeth úri hölgy nem tudja megmászni a nagy fákat, csak más tud megmászni, ezért most át kellett váltunk Jack Sparrow-ra, hogy megszerezzük minden egyes csepp, akarom mondani, minden egyes darab pénzét ennek a fának. Na de. Fától eltérőlegesen folytassuk a küldetést továbbra is, ahol ez a kis majom hősiesen a pajtásunk. És akkor most nézzük meg, hogy ez mit tud csinálni itt. Ez egy achievement unlocked újra. Ezt nem fogom felolvasni, de a lényeg az, hogy látjuk azt, hogy mi a faszom? Azt látjuk, hogy ez egy Port Royale-i hajó, de kurva jó.
Lehet, hogy amúgy Mary Jane-nek kéne megnéznie, mert ő ért ehhez, mert hogy az ő övéi, a honfitársai. Valami fontosat kell megtalálnunk. Esetleg őt? Szemeznünk kell vele, vagy mi? Már ezt kell csinálni. Jack elkezd leitatni az ifjú Isabellát, és tartanak egy szép kis teapartit az éjszaka alatt. Jézusom! Milyen mozdulatokat vág le itt Isabel, én is megirigylem. Miközben Jack úgy van vele, melegen van, ezért kioltja a fűtést. Reggel meg felébredve, Isabel bosszúból felgyújt mindent, még a piákat is. Vagy magát a kapitány sapkáját. Na hát ennek következtében csudi jól össze kell raknunk ezeket a lemezeket, feltételezem, hogy tükrözzék a napot, és ezáltal tudjunk egy újabb tábortüzet generálni. Lehetséges, hogy a film is ilyen módszerrel csinálta Elizabeth, ott az ilyen short version-t kaptuk meg, és hoppá, itt van egy mini kit, 2 a 10-ből. A végigjátszás első pillanata, amikor nem egy darabot találunk meg egy küldetés során. Na, újabb hajt összeraktunk, vízre küldtünk. Amúgy megint itt egy csomó dolog van, szóval azért... És így felfedezek, mert érdekel, hogy mi ez itt összesen. Basz meg! Nem vagyok balfasz, csak furán okos, oké? Okay? Rakjuk össze. Szép kis katapultot, nem tudom. Katát pultolják, mondhatni. Össze kell rakni hozzá ezeket is. Rakjuk össze. Ne tétlenkedjünk. Ja, ezek ilyen csak kellékek. Ha esetleg unatkoznánk. De mi nem vonatkozunk, mert felmegyünk az óriási hajóra. Tehát, hogy itt faszom. Itt menjünk fel. Ilyen egyszerű. Aha, nem lehet a víz. Isabel meg itt így le aláz minket a tehetségével ebben. Jó, megint csak egy olyan dolog, hogy például a Lego Ninjago játékon is amúgy van ehhez ilyen aim assist. Vagy mi a jó élet, hogy könnyebben tudjál ráugrani. De nem baj, megoldjuk, nem adom fel. A büdös faszona. Jó, nem baj, feljutottunk ide. Csodálatos. Ugrunk egyet, hogy a pénz meglegyen. Itt erre felugrunk. Vagy nem. Vagy túlugrom, bazeg, vagy túl keveset ugrok. Jó, van Izabel, te jössz. Előbb megmutatod, hogy mennyire tudod, mutasd meg még egyszer. Addig Jack Sparrow pedig ott egy ilyen Rage Party-t tart. Na, át is jutottunk, csodálatos. Vissza a szigetre, a fő szigetre. De ettől még úgy tudom, hogy úgy le kell jönni ide, mivel hogy ezzel a kis világítással végig kell világítgatnunk a tányérokat. Úgyhogy ne is tétlenkedjünk, essünk neki. És tudom, hogy mehettünk volna a könnyebb úton, közben újraindítom a felvételt megint csak. Tudom, hogy mehettünk volna a könnyebb úton, de hát, szeretem a kihívásokat. És bazd meg a pénz az leesett a vízbe.
Na mindegy. Na, hát akkor itt van a nagyon szép kis fény, és ennek tudatában neki megyünk ennek. Leforgatjuk a lámpát, hogy minden működjön. Nem így. Úgy nincs, csodálatos. Feltételezem így kell lesz, és akkor most kell leúsznunk a víz alá. Lehet, hogy ez így kéne. Martin a pisztolyával. Vagy lehet, hogy csak én vagyok faszkalap, és nem jól csinálom. Aha, oda kéne világítanunk. Akkor nem a víz alá kell világítanunk, hanem abba az irányba. Kurva jó. Megy, mint az egyszer egy. Ott egy újabbat össze kell raknunk, de gyorsan siessünk, bazd meg, siessünk, mert el fog tűnni a pénz. Meg is vagyunk, gyorsan össze is rakjuk. Aztán szépen ráforgatjuk az út irányra. Először is azt berobbantjuk, pont úgy, ahogy akartam. Mert ebből kell egy újabbat csinálnunk, egy újabb fényt, mivel látjátok, ott hiányzik egy ilyen tálka. Oké, Isabel, csalódást okoztál nekem, úgyhogy most már Jack Sparrow-val leszek, és vele fogok átmenni. Nagyon jó. Ezt vigyük magunkkal, mert ez fontos lesz. Baszd meg. Gyere. Jó, jó. Ah, már megértem, hogy lentről kell felhozni, bazd meg. A víz aljáról. Na hát akkor. Surranodban kurva gyorsan surranjál itt végig. Szóval kell raknunk a lifthez. Csodálatos, ezzel fel fog menni. És meg is van az utolsó darab, ami nekünk kell. Ott hátul meg van egy minikit, de azt nem fogjuk tudni kinyitni. Nem tudom, hogy melyik karaktert kell majd megszerezni az, hogy ki tudjuk tépni az ajtókat a helyéről. Na, ez most már felvilágít szépen úgy, ahogy kell. Úgyhogy lássuk, mire jutottunk. A lift felhozta nekünk azt a kis darabot, amivel tüzet tudtunk generálni. Tüzet tudtunk csiholni, készíteni ki, hogy akarja mondani. És akkor ezt szépen most elcipeljük Woman Power-rel, oda, ahol kell. Égni. Szépen ráépítjük, hogy minél nagyobb legyen a tűz. Pénzt azt összegyűjtjük. És még mindig kell egy ilyen vakni fa. Úgyhogy keresgélünk. Hogy vajon merre lehet az, amit mi keresünk? Á, bazd meg, a játék gondolt arra az olyan hülyékre, mint én, aki megpróbálja átcsapni. Jó, nem tudunk átjutni a sziget másik oldalára, akármennyire akarunk. Aha, nem tudunk. Na. Viszont akkor nekünk nagyon kéne még egy ilyen kötekfa. De az kell, hogy nem tudom, mit csináljunk. Úgyhogy most elkezdünk csinálni random dolgokat. Pénz, pénz, pénz. Úgy van. Össze is rakjuk, de ez majd Martin kell a továbbiakban, mert be kell bújni ide, amit szerintem mi nem tudunk megcsinálni. Úgy biza, és hogy ez zsákutca. Esetleg szerezzük meg ezt a kókuszdiót, hát ha azt úgy segíteni nekünk. Ha már banánt összetettünk, akkor ez mennyire lehetne nehéz. És akkor mit tudunk csinálni ezzel a kókuszdióval, gyerekek? Szerintetek?
Vegyük fel szépen. Rohanjunk itt egy kört. Hát esetleg itt van az, amit keresünk. Úgy tűnt nem, ami szomorú. Úgyhogy menjünk ide le. Hát esetleg itt válaszokat kapunk a kérdéseinkre. Hol az utolsó köteg fa? Aha, nem te kell lesz ide, Jack. Esetleg ide. Nem. Csak akkor szedjük szét ezeket. Hát, ha esetleg választ kapunk itt rá. De én mindig fingom sincs arra, hogy hol kéne megtalálnom azt, amit keresek. Aha, ez meg bocsukor bill kell, úgyhogy hagyjuk. Menjünk akkor fel. És keresgéljünk tovább. Esetlegesen itt? Nem. Akár esetleg itt a starting pointnál hátra itt esetleg lesz egy ilyen kötekfa valahol, csak úgy random. De nem, bazd meg. Nem. Én most ilyen pillanatban elakadtam. Egy faszom szigeten. Ez szomorú. Woman Power. Váltsuk vissza Jackie-re. És ahogy lecsés, hogy rájöttünk arra, amit tudnunk kéne. És igen, bazd meg. Megint mennyibe telt, mennyi időbe telt ez? Legnehezebb dolog ebben a játékban, egy faszom lakatlan sziget, gyerekek. Ezt nem tudom elhinni. Na mindegy. Akkor haladjunk, katapultáljuk át, amit át kell katapultálni. Katapultáljunk. És akkor ezáltal meg lesz az utolsó adagfa, ami kell ahhoz, hogy befejezzük ezt a küldetést. Jaj, de jó. És csak azért is itt fogok átmenni felül, gyerekek, hogy bebizonyítsam, hogy kurva jó vagyok ebben a játékban. Nem fogom azt a másikat végigvinni, hogyha itt is át tudok menni. Csodás. Na. Szedjük össze, rakjuk fel, és kész is. Jéj! Mindjárt meg is jönnek a Port Royale-i haderők. És megmentek minket a... pokoli szenvedéstől. Jack Sparrow itt beszarra próbálja lejelzni a kalózoknak, hogy ők jöjjenek inkább. Jack Sparrow-ra meg mindjárt kattan a bilincs. De Isabel igazából Will-t szereti, úgyhogy megmondja leendő urának, hogy szabadítsák ide, hűsébe. Játék rögzítve, pont ilyenkor jár le az a kibaszott 10 perc, nem baj, gyorsan újraindítottam. Essünk neki. Utolsó feladat,
level, ez a level complete, és ki is nyitottuk a free to play-t. Elizabeth levetkőztetve őt is kiítottuk. És ezáltal 86%. Nem baj, az is szép teljesítmény szerintem. Most vagyunk egy óránál, úgyhogy ez amúgy szerintem tök jó. Két küldetés fél óra alatt megcsináltunk, majd fél-fél óra alatt. Belefér, úgyhogy akkor esünk neki még egy küldetésnek, fejezzük be a legutolsó küldetést ennek a filmnek. Vívjunk meg Barbarossával. Mindenkinek be ezúttal sikerült kettőt szereznünk, úgyhogy legyünk büszkék magunkra. A brikekből pedig találtunk kettőt. Kurva jól haladunk. Continue story. Mert miért ne? Y gyorsan egy Y-t. Ahogy tovább tudom nyomni ezeket a jeleneteket is, amúgy ezt még nem próbáltam ki. Kipróbáljuk? Jó, nem megy. Elsőre nem megy, értem. Majd ha újra játszok a játékot, akkor lehet, hogy ki tudjuk őket majd nyomni. És akkor itt is vagyunk, eljutottunk a szigetre, ki kell szavítanunk Will Turnert, és hát szembe kell szállnunk Barbarossával. Kapitány, akinek azt tudom, hogy milyen neve, legyen most az ember, hogy Edgar. Edgar be is zárta Elizabeth-et egy szobába, hogy neki ne essen bántódása a küldetés alatt. Szép cápa. Dick. Milyen talpra esett ez a lány. Hát itt is vagyunk. Itt van Karcsi, ugyebár Nessájnak a végigjátszását ismeri, az ismerheti őt, az úriembert. Karcsi látott már jobb napokat is, de most spórul járt, azok után kétszer is megevett engem egy kibaszott szigetem. Úgyhogy megérdemli a sorsát szerintem. Na hát akkor osonjunk be a ellenséges kalóz bázisnak a rejtekébe. De előtte még a kardunkat azt így gyorsan tisztítsuk meg. Hoppá, ez szomorú. Aha, három madarat el kell üldöznünk. Ergo, majd a madarakra figyeljünk oda. És ezzel meg fel tudjuk húzni a hitet, amivel át tudjuk engedni Jackie-t. De nem Jackie Chan-t, hanem Jack Sparrow-t. Na, meg is szereztük a hidat. Innen, ide már nincs is miért visszajönnünk, úgyhogy váltsunk át Jack Sparrow-ra. Elizabeth majd kijön a núlja, hogy tud. És akkor menjünk neki a feladatnak. Wow. Na hát el is jutottunk ide. Ott egy csomó pénz. Lámba elégedjünk meg azzal, ami itt van. El is tök sok. De ne esd bele a vízbe, te hülye. Jó, hát akkor majd kiút. Majd kiút. Addig is itt a Elizabeth-tel ügyködünk tovább. Újdni. El is adtunk ide. Felülünk gyorsan ide, és várjuk Jack Sparrow-t. Vagy nem. Mert nem így akarja az Isten. Úgyhogy egy pillanat, ott megvár minket Elizabeth, és gyorsan visszamegyünk Jack Sparrow-val ezen a kis kábelen. És ketten képesek vagyunk kinyitni, vagy beomlasztani az átjárót. Kinek hogy tetszik. Hoppá, és ő is jelentek ellenséges kalózok, úgyhogy őket gyorsan váljuk nyakon,
Anyát faszát, te. Így bánsz a nőkkel, te szemtelen. Hát jó, a férfiakkal is így bánik, szóval... Jó, azért most már nehezebbek legyőzni őket, nehezebben lehet legyőzni őket, de... Ettől még helytálltunk, mint férfiak. Bazd meg, de morbid. És a testükből össze lehet építeni azt ott. Baszki. Ez nagyon durva. Mármint gyerekjátékban, szóval értitek. Na, de folytassuk, ott abba hagytuk. Gyűjtsük a pénzt. Aha, ez valaki más kell, aki képes aranyat szétszedni. Jaj, ezt itt meg kell nyomni. De hülye vagyok. Na, most szexi fárók lettünk. Haladjunk tovább ezzel a tudattal. Van itt lámpa. Van itt minden szép. Bazd meg, itt víz is van. Akkor szerintem tekerjük meg az emberi testeket. Aha! Szóval ezt tekergetjük. Ja, hogy túl sokszor tekertem meg, lehet az a baj. Bazd meg! Ez az. Ez ilyen időzítő, szóval mindjárt vissza fog tekerődni. De addig is gyorsan gyűjtsük össze egy pénzt. Vagy lehet nem időzítős, úgyhogy... Tekerjünk egyet rajta megint. Ja, hogy kell a tűz, jó, akkor egy pillanat. Juhú, megint ágyúzunk egyet. Bum. 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 I want you in my room. Let's spend the night together. Legfontosabb dolog a játékban az a pénz, gyerekek, szóval. A történet az megvár, az nem rohan el. Itt van egy galamb, kettő a háromból. Gyorsan följük meg ezt a kis nem tudom micsodát, nem tudom, hogy hova kell, nem tudom, hogy miért, nem tudom, mit csinálok, csak azt tudom, hogy pénzt szerzek. Van egy társó is, azt is ragadjuk meg, nekem tök mindegy, mit ragadunk meg. Csak nem, hogy más férfi faszát. Az egy ilyen no-no. Na de. Volt itt valami. Ez. Úgy biza. Tartsuk lenyomva. Keresünk meg a szigonyt. Ez érdekel, hogy hol a szigony. Azt már tortugán se tudtuk megszerezni, úgyhogy... Anyád. Jó, hát most se fogjuk megszerezni, úgy tűnik. Úgyhogy... Haladjunk tovább anélkül. Egyszer meg lesz a szigony. Valamikor, de meg lesz. Na hát, itt kell kiásnunk gondolom a földet, úgyhogy... Ás, ás. Közben amúgy már lassan elérjük a 100 feliratkozót, mert már 94-nél tartunk. Legalábbis amikor tegnap a videót vágtam, akkor már megvoltunk 94-en. Úgyhogy köszönöm gyerekek, csak itt tovább. Mindjárt meg leszünk. Gondolom arra az aranybizbaszra kell rávilágítanunk. És milyen okos voltam. Közben megint megállt a videóklip. Ez azt jelenti, hogy már megint letelt a 10 perc.
Na, haladjunk tovább ebbe a nagyon biztonságot jelentő sötétségbe, mert miért ne? És akkor ezáltal láthatjuk, hogy Will Turner éppességgel meg akarják fosztani testétől, de ekkor megjelenünk mi megmentőként. És elmagyarázzuk nekik, hogy miért nem éri meg még megfosztani a testétől, mert kint várja őket a Royal hadsereg. És épp ezért, amíg csontváztesbe vannak bújva, gyorsan elintézik őket. Emlékszem, gyerekként ettől nagyon féltem. Mert gyerekként megnéztem a Karibtelen kalózait, azt hiszem 9-10 évesen, nem tudom, vagy még kisebb voltam, 8. És megnéztem, és emlékszem, nagyon be voltam tőle fosva. Főleg ettől a jelenettől, amikor jöttek a csontvázak. Na, folytassuk tovább, ott a labba hagytuk. Pénzszerzés. Ott van, te rusnya vagy. Takarodjál. Aha, szóval, hogyha a fény alá jön, akkor halhatatlan. Szóval ki kell űznünk a fényből. Na, most kapjuk el, ameddig szürke. Anyát faszát. Te rutyaság. Nem takarodjék innen. Hess a fény alól. Erbe futbazd meg a izi sarokba. Ez az. Rávágtunk egyet a hátuljára. Egy tockos kiosztottunk gyorsan. De az a baj, túl sok pénz van itt, szóval meg kell állnom egy fél pillanatra, hogy elintézzük ezt. Hoppá, bocsánat, Elizabeth. Hoppá! Ez szomorú. Az a tény, hogy kurva gyengék vagytok, és együttéssel leváglak titeket. Például. Na de, vegyük fel egy ilyen szarkofágot a fejünkre. Ettől erősebbek leszünk. Közben nézelődjünk azért össze-vissza. Amúgy lehet, hogy nem csak meg kéne őket ölni, hanem esetleg valami értelmesebbet is ilyen csinálni. Úgyhogy... keresünk egy hordót, mert ott van egy ilyen hordótáruló hely megint csak. Jézusom! Legjobb fejfedőnk van most. Jappá! Na várjál! Kaszaboljuk szépen le őket. És a testükből rakjunk össze itt egy létrát. Nem, nem, nem oda vettek le rossz lé... Ja, hogy itt kell építeni, jó. Rendben, akkor először itt építünk össze valamit. Egy csontvász hordó, baszki. És nem tudom, hanyas... hanyas... korhatárt kaphat ez a játék. Szerintem fix, hogy nem izé 18-asat vagy 12-eset. Na de. Ennek ellenére folytassuk a történetet tovább. Szépen emeljük fel ezt a hidat és megyünk oda a bratyunkhoz. Elnézést.
a hangcsuklásért. Itt is van. Üssük, amíg meleg. Ez az. Az a baj, csak egyeket tudunk rájutni, úgyhogy... probléma. Quiet problem. Megnyitják ezek a csontvázak. Úgyhogy ezt... ennek következtében most jöjjünk szépen ide. Mert most létrát kell belőlük csinálnunk. Majdnem lefegyverzett minket ez a köcsög. Hoppá, bocsánat Elizabeth, nem akartlak megütni. Elkapott engem meg a hév. Cigány. Akarné elnézést. Jöjjünk ide, most lehet, hogy itt kell valamit alkotnunk. Csaljuk őket ide ebbe a fénybe. Mondom, csaljuk őket ebbe a fénybe. Játszom ezt a köcsögöt. Állandóan beesik a... Gyere csak ide, bazd meg, gyere csak ide. De ne oda menjél, bazd meg. Gyere szépen neki. Gyere ide ki. Hazé. Na, most szépen itt maradsz. Ez az. Ügyes fiú. Kellenek a csontjaid. Aha, valamiért odaugrálnak a csontjai. Ez azt jelenti, hogy itt lesz rá szükség. Értem. Na hát akkor. Mondtam, hogy lépcsőt kell csinálni. Legalábbis ilyen mászókát, amit megmászhatunk. Essünk túl rajta, mássuk meg. Hoppá, nem, nem így, nem így. Így. Tökéletes. Feltézem neked itt esni szépen, be kell tolni itt a holtakat. Bazd meg! Faszom. Na, menjél be aludni szépen, ügyes vagy. Menjél be aludni szépen, ügyes vagy. Szép fiú. Na, most már van kettő lépcsőnk. Nagyon csodálatos. Ennek következtében megint le fog jönni Barbarossa, milyen kis nyámnyíl a kis buzi. Gyorsan vágjunk is rá, amit tudunk. Kapd el, tigris! Ez az. Erre gyorsan egy ilyen Superman ugrást végrehajtva, el is ugrik a picsába. Megint jönnek a kis gonosztevők, úgyhogy most feltételezem, ide kell őket csalni ezúttal. Úgyhogy várjuk be őket. Nagyon helyes, csodálatos. Te is, ügyes vagy, helyes. Anyád faszát, te kis köcsög. Miatt kiesett a pénzem. Halljál meg szépen, úgy van. Bazd meg, is összerakta magát. És összerakta magát ez a buzi. Jó, akkor most felcsaljuk őt szépen ide. Mondom, felcsaljuk őt ide a csontvázak közé. Úgy van. Dögölje meg, te paraszt. Helyes. Csak úgy tudnak meghalni, hogyha csontvázzal alakulnak. Megkomolyan így tudjuk őket szétszedni. Közben egy újabb achievementet kinyitottunk. Te halljál meg, légy szíves. Mondom, halljál meg, légy szíves, bazd meg, ameddig szépen kérem. Fogadjunk, hogy nem halt meg, úgyhogy gyere szépen, felkérlek szépen a pódiumra. És adiós. Rakjuk szépen össze a megmaradt csontvázakat, csontokat. És folytassuk tovább ott, ahol abba hagytuk a feladatot. Amilyen pillanat most azt teszi, hogy szerintem Will-lel ki kell dobnunk azt ott. Úgy bizony.
Közben gyorsan elindítom a felvételt. Úgy biza. És neki dobom a baltát, mivel előbb nem számított, mert megállítottam a játékot. Csodás. Itt is szépen elküldjük egy tentikélni, úgy, ahogy kell. Jó éjszakát. Be is kapcsolnak. Az utolsó lépcsőfok fog mindjárt kiemelkedik innen. És fel tudunk menni Barbarossához. De szerintem előtte még le fog ugrani ide a földre. Úgyhogy várjuk be. Vagy kis buzi vagyis, meg kell, nekünk kell felmenni. Jó, mindegy. Tudja, hogy nehézségünk ezek a rudak. Halál biztos terve volt ennek a Barbarossának, hogy ezzel bevédeti magát. De majd nem tudja, hogy milyen nagyokat tudunk ugrani, úgyhogy csapjunk le rá. És most, ameddig itt a sötétben futkos, paf, paf. Egy HP, és le is vágtuk. Kész, vége, ennyi. Nyertünk. A hajón közben óriási mert partit tartanak. Na, most megint harcolunk kell vele. Most már ezúttal valójában. És minden pénzt ignorálva tovább megyünk gyorsan, amíg csak lehet. Vagy legalábbis próbálunk. Jó, azért összegyűjtjük, amit tudunk, szóval látjátok, nagyon kevés pénz hiányzik ahhoz, hogy nyerjünk. Bum. Te büdös köcsög. Parei majom. Nem baj. Te parasz, szálljál le a fejéről. Jó, mindig nem ő a célpont. Most nem ő a célpont. Hanem ő. Akit ha eltállnánk, még működne is a terv. Jó, lehet, hogy te jobban célzol, Isabel. Paré! Megdobálsz egy lányt komolyan? Akkor ezt tedd meg, te köcsög. Majom az leszállt, most már izét zaklatja. Isabelt, nagyon helyes. Ezt a köcsögöt? Na mindegy. Szedjük össze magunkat, mert mindjárt legyőz minket egy NPC. Majd azt most hagyjuk. Istenem. A baltánk is jó. Az is működik. Nem, nem, majom. Takarodsz le ugram picsába. Ez az. Megint kiszabadult Will Turner, úgyhogy megint megdobhatjuk. Ez az. Szép munka. Már csak egy HP van. Gyorsan átváltunk Jackie-re, hogy ő vigye be a végső ütést, ha már a filmben is így volt, legyen film accurate. És be is vittük, ez az szép munka. Habár igaz, a filmben utolsó lövés volt, nem ütés, de ezen már ne akadjunk fenn. Ezzel ki is vittük a legelső filmet. Már csak három van hátra.
közben itt nagyon nagy drámákat, nagyon nagy drámáknak vagyunk szemtanúi, mint láthatjátok, ilyen szerelmi háromszögök. Isla de Muerta, level complete, kurva jó, vége az első filmnek. Egy újabb Elizabeth-et jutottunk ki, nem mintha az előzőek nem lettek volna elegek. Közben most csak 93% pénzt tudtunk összerezni, de nem baj. Ez is tökéletes. Azért már kezd eléggé beakadni a felvétel. Nem baj. Majd utána nézek, hogy mi a probléma. Közben összettünk nem egy. Ezt a buzit az előző pályákon kettőt adott? Most komolyan 7-nél itt hagy minket lógva. Pedig azt mondom, hogy tudom majd barangolni a kikötőben. Na mindegy, finish story. Lássuk, mit tartogat nekünk ez a film vége. Hát ugyebár Jackie-t kivégeznék, de mindjárt Williamék kiszabadítják. Vagy nem tudom, hogy lesz, Lego hogy oldatta meg, nem tudom. Nézzünk, figyelmesen. Na és ott vagyunk Jack Sparrow-val, a fekete gyöngy élén, mint nagy kapitány. Adjő, Lego Pirates of the Caribbean videogame, első része ki van pipálva. Ezt nem tudjuk tovább nyomni, mert nem akarom ezt végignézni most ilyen pillanatban, hullafáradtan. Nem baj, nézzük végig, adjunk neki kreditet, ha már megcsinálták ezt a játékot 12 évvel ezelőtt. John O'Brien. Game Programming, az Nick Caulfield, Michael Jackson. Michael Jackson? Hú, ez a Michael, ez nem csak izé nagy táncmozdulatokat tudott lenyomni, hanem játékot is tervezett, úgy tűnik. Közben még itt végigmegyünk azon, hogy hogy készültek el a pályák, kinek mi a tisztelete ebben, ki mit érdemel benne, milyen jogokat. Lego jármű dizájnolása, vizuális effektek. Hát jó, azért volt munka téve bele. Arról nincs kérdés. De amúgy így belegondolva, hogyha amúgy ennyi embert csinálta, baszki, mert legalább már 30 név feltűnt itt a láthatáron, akkor vajon mennyibe került ez, mennyi volt a profitja ennek a játéknak annak idején, meg mennyit vesztettek rajta, vagy nem tudom, szóval értek, szóval ennyi embert alkalmaz egy videójátékon, azért sok pénz, jó, lehetséges, hogy a mostani videójátok az még több embert alkalmaznak, nem tudom, nem vagyok ezzel ilyen napra kész informátor, de én most belegondolva ilyen laikus fejjel, ha ennyi ember készítette el ezt, akkor vajon mennyibe kerülhetett, és vajon mennyi lehetett a profitja, hogy ez megérje nekik. Itt még a végén egy minőség ellenőrzők, azok kik voltak, egyebek. Nem tudom, hogy esetleg ez unalmasnak tűnik nektek, akkor játsszuk azt, hogy keressetek magyar nevet benne esetleg, vagy esetleg volt-e magyar. De miért Google-t használni, itt kell végigkeresni rajta, hogy ne unatkozzatok ezen a részen a végigjátszáson. Tom Freezer. Ilyen érdekességet gyorsan beolvasok, mert azok érdekesek. Ugyebár tanul az érti, hogy miért olyan vicces számomra ez. Stephen Sharing. He likes sharing. Hú, az meg vége lehetne már, ez, már az after, meg a ráadás is konkrétan.
Megint egy ilyen special thanks, bazd meg. Gyorsan itt izé, újra nyomom a felvétel indítását, nehogy kimaradjatok ebből a kurva jóval, amit most itt nézek, meg olvasok. Koordinátor, melody, kedik. Kedik must like melodies, nem? Fú, és akkor még itt van a production is. De nem látom, hogy kurvára tovább nyomni, szóval... Ted Chi. Ez a ilyen end credit komolyan hosszabb, mint a maga a játékidő. Mindjárt lassacskán. Akkor itt van a Quality Assurance is. Imran Gözhalev. Az valamilyen sláb lehetett, hogyha ilyen a családneve. Na, de végre itt lassan szerintem elérünk a végére, mert már itt elkezdte behozni itt, hogy mikor jött ki, meg az ilyen idők. 2003 akkor. Egyebek. Barbarossa in Hungary. Most miért volt az, hogy Barbarossa magyarul? Vagy Hungry, vagy éhes, vagy nem tudom már. Gyors volt a felirat. Jack Sparrow. Vagy várjál, Barbarossának az neve, hogy Hungry. Hát most utána nézek, meg kurvára unatkozok ez alatt. Ja nem, Hector Barbarossa, jó ezt. Hogy is felejtettem akkor? Miért volt az a Hungry? Nem tudom. Nézzétek vissza, gyerekek, ha esetleg meg tudnátok magyarázni, akkor azt megköszönném. Kommentekbe majd nyitott szemmel fogok járni. Na de 10%-ot tudtunk kijátszani a játékból, és most valaki elvitte a testét Barbarossának. Ugyebár feléleszteni fogják őt majd a másik filmben. Spoiler alert! Még itt van egy gyors logo bemutatás is, ha már a játék elején nem volt, azt hiszem ott nem mutatták be. Szép. Sosem tudtam, hogy a két té mit jelent, de most már tudom. Traveller Tales. Ha szépen akarom kimondani, akkor Travellers. Na, itt vagyunk a kikötőben, bazd meg, 20 perc után, ez az. Ki is játszottuk a legelső játékot. Bum, sakalaká, minden pálya ki van víve. Fasza. Most akkor. Itt kurva nem tudunk semmit csinálni. Ahogy látom. Feltételezem, a másik ajtónál sem, mert oda 8 kell. 8 pénzecske. Hoppá. Na, szóval ezt mondtam, hogy pénzért majd venni kell dolgokat. Szóval most van 369.130 pénzünk, megvesszük 7500 litünetétet. Mert miért ne? Hát, ha tud valami jó dolgot. Esetleg fejjel állni. És valami mennyi ember mászkál itt. Túl nagy az embertömeg, kérem szépen. Na hát ide se tudunk semmit se csinálni, viszont itt le lehet jönni, azt hiszem, vagy nem, nem lehet lejönni. Félreértettem. Megint megállt a felvétel, úgyhogy... Ja nem, nem csak képet csinált, elnézést. Most azon gondolkozok itt,
hogy itt van a On Stranger Tides, ami, ha jól emlékszem, az arról szól, hogy fekete szakállal találkozik össze Jackie, és a végtelenség vizét találják meg. Ez itt a világ végén, a The World's End, ez ugyebár a második része, a második film második része, amikor Davy Jones legyőzik, meg azt a nagyhatalmú nagyurat. Viszont azon gondolkozok én itt most, hogy ott van ugyebár az első film, ez a másodiknak a fele, technikailag a harmadik. Ez olyan, mint a Mission Impossible-nek most a 19-nek lesz egy újabb része, a tizedik, amikor ugyanazt magyarázza el, csak félbeszedték. Szóval a kettő meg a három az konkrétan egy történetről szól, csak ketté van szedve. És a negyedik az pedig ez a fekete szakállas cucli. Viszont hol van a 2018-as film? Jó. Tudom, a kérdésemben itt a válasz. Ez 2012-es játék, a másik az meg 2018-ban jelent meg, ugye? Bár. Hát miután ezek már érdekel. Ja, legelső az 2006 volt, másik az 2007, 2011, a fekete szakállas, és 2017-ben jött ki a Salazar bosszúja. Emiatt szomorú vagyok, mert az nem fogunk tudni játszani. Ami nem baj, mert végül is azért 990 forintért kurva sok mindennel tudunk játszani. De mégiscsak azért, hát az Johnny Deppnek az utolsó filmje, és hát szomorú, hogy azt nem tudjuk kijátszani. Készült abból játék? Kíváncsiságból nézzük még gyorsan meg. Sietek, sietek, gyorsan csak ezt megnézem, gyerekek. Ja, hát most nem lettem okosabb. Nem lettem okosabb, úgyhogy majd kiderítem a következő részre. Vigyázzatok magatokra szerintem, most se azt mondom, nehogy elkövetek egy kurva skarlátot, mint én. És akkor szerintem holnap ezzel folytatjuk, a Dead Man's Chest-tel, ami magyarul fingom sincs, hogy hogy kell lefolytani, úgyhogy vigyázzatok magatokra, legyetek jók, remélem tetszett ez a végigjátszás az első filmről, és csatlakozni fogtok majd a következő film végigjátszásához is. Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sosikert a suliban, munkahelyen, párkapcsolatban, családkapcsolatban. Ciao.